Sziasztok, időre lesz után! Folytatjuk a Things for Eternity Trials and Tribulations-t! Már az első epizódot megcsináltam, és most a második epizóddal fogom folytatni. És most közlöm, hogy... aki most láttuk, az Godo. Ő lesz a... ő lesz Things for legnagyobb riválisa. Egyébként biztosan... garantáltok, hogy rosszabb, mint más Sage-ből. Miért, azt később fogjátok megtudni. Kezdjük az első nyomozással. Most éppen egy széfet nyitok ki. Kinyílik. És fog ki egy kártyát, ha ott ott. Egy must kártya. Redbull! Starfoghatatlan. Október 11, 3 óra 24 perc, British Court törvényiroda. És pillanat? Jó, jó lesz. Most éppen takarítaná a WC-t, de követeli, hogy ezzel várjon még. Hát máma fog utoljára így beszélni vele. Nagy nap következik. Szóval Maya és Pearl itt van. Örök, hogy ura látlak mit. Nem változtál semmit. Mit csináltok itt? Nem hallottad mit? Ezt nézd meg. Egy poszter. Erre az urnáról. Amit már Justice War-ban láthattunk. Ez a Kurein falujának otthonában. Különleges VIP belépőt kaptak. Különleges rendben van felöltözve. Mit gondolsz? Ugyanolyan Maya. És most jelent a bemutatkozás, mert ugyanis ez Trials and Tribulations is először. Maya Fey. Maya Fey nővére és mentora. Két éve találkozott vele először. Mi a... Az volt az ügy az észleteli másik epizódjában, amikor meggyorsították Mayát és... Fizz Wright-ot is. Hát...
A sikert lebuktatni a tettest, így csatlakozott a törvényi odához, mint asszisztens. Ő egy szellemi médium. Hagyjékos kapta. Hagyjékos! Pearl-fej. Maya-fej kuzinja. Aki ugyanolyan médium. És segít a bentúj. Lássuk a neveket itten. Tehát ilyenkor Finn Svart már 26 éves. Ő már halott ilyenkor. A 19 éves, ő meg 9. Szóval itt lakott Marfa, és itt képezte ki magát médiumként. Ami Kuráid iskola mesterének lány. Ez nem vicc. Látta az erejét magát? Október 17 óra 18 perc délután Lord Retailer főbejárat. Wow, ez rendnyűgöző. Most ide kell bemenni. Nem tudom, hogy visszasaptál. Ez a hely elég ijesztő. Úgy érzi, mintha egy szörnyetek bukna fel. Ne ijedj meg, Pearl, megvédj. Adrian Andrews. Jó ez, jó. Jó estét, örülök, hogy lát. Nincs meleg. Kis hölgy álló. Egy barátságnyik. Örülök, hogy látlak. Igen, Adrian Andrews még a Justice for All 4. epizódjából. Van egy fontos része, amikor játszottam azt a Justice for All-t, akkor azt a pert el kellett veszítenem, mert a vádló tényleg bűnös volt. Hogyha megnyertem volna azt a pert, nem lenne Trials and Tribulations is, és akkor ő nem lenne itt. Ő a vezető ennek a promóciónak. A biztonság intézkedéseket is ő felel. Sokat változott, amit utoljára találkoztok. Most beszélünk. Már régóta találkoztak. Dramatikus. Itt voltam Brightnak, amikor szükségem volt. Ami 7 hónappal ezelőtt történt, még a Justice for All-ban.
Az a Nikkei szamurájos ügy, amit el kellett veszítenem. Máskülönben nem lett volna Trials and Tribulations. Igen, fogságban volt egy borospincé. Kiszállt a menedzselésből, és ezt a munkába kezdett bele. Egy kemény. Örül, hogy minden megtörténhető. Nekem köszönhetően megváltoztathatta. És emiatt törül. A Justice Forma dörlődik. Még akkor is, hogy egy kicsit meg kell ijeszteni. Még fárasztó lehet ez. Ebben az évben 200. évfordulója van a Lordry Taylornak a jó. Lesz egy múzeum. Igen, ez egy gyönyörű. Ez jó védett. Terület. Ja, értéten kincs. A biztonsági érők jól fel... És most? Ami fontos lenne megnézni, az ez. Ez a szobor. Ez itt misztikus, vagy álmi fejnek a szobra. Szóval akkor egy faluból származik az a szobor. És ez a reggel egy... Ez is egy fontos bizonyíték. És mi ez a kar? De ő sem tudja, hogy pedig ő lesz majd a jövő mester. De először látta ezt a kardot. És tudjátok, hogy nevezik? Shichishito! Mivel japán eddig egyértelmű, hogyha mondanak bizonyos japán szakszavakat. Ez egy ünnepélyes kard. De nem igazi fegyver, mert nem elég éles az élet. Pedig kiválasztom be valamit. 8 óra van. Ettetek már? A 12. kerületen van egy étterem. És ott akarnám vacsorázni. Ez vacsora, nem ebéd. Gyerek vacsora. Következik. Most pedig ennek fel. Valamiből bozonstörténk később. Október 12, 10 óra, 9 perc. Wright és Cole. Borzalmas dolog történt. Hagy későbbre a WC picsát. Most jött a tévé. Itt egy kincsiló rakás. A büntény helyszíne. És először, hogy a tolvaj, nem más, mint a Phantom tolvaj, Mask the Mask.
Mask the mask. Lord, itt Taylorban van a bűtény helyszíne, ahol kaptak egy veszélyes levelet. És ez az ötödik rablása a Phantom Tolvajnak. Aki kincseket célba veszi. Hát egy ne pucolt a vécé. Ellopta az urnát. Miért az urna? A kuránfaló legértékesebb kincse. A poszter, ahogy a poszteren is, mint ez az I am. Jaj, tehát én vagyok. Ez az az urna, bende, így fontos lélek. Még az ami fejé. Csak hogy, arra is emlékszünk a második epizódból. Ami helyette I am van odaírva. Hogy miért? Nem árulta el Pearl, hogy Májának, hogy ő tölt el azt az urnát. Tehát egy évvel ezelőtt gyilkosság történt Green Village-ben Maja otthonában. Egy fontos nyom... Az előző évi incidens. Le volt tartóztatva. Egy évvel ezelőtt egy gyilkosság Kurén falujában. Egy embert lelőtte egy nő. Aki mini... És ez az urna bizonyította be Maja ártatlanságát. De így mindig maradna abban, hogy tartsa titokban, hogy eltölte azt az urnát. És megígérte. Tehát bal esetben tört urnát, és próbálta megjavítani. És ezért jött össze, úgyhogy I am. És még betűzni sem tud normálisan. De ezt se tudja hinni, hogy senki nem vette ezt észre egy éve. Ő magas és ilyen. Vissza. Október 12. Lordrick Taylor főbejárat. Na most itt az idő nyomokat talán. Minden más nem bátszott itt. Rossz. Hogy semmi. Gumshoe detektív megint. Már megint. Hogyha van rozzolt, hogy miért kell, hogy mindig összefussanak. Hát nekem kéne kérdezni, mit kell, hogy... Neki kéne kérdezni, mit kell, hogy... Ápolatlan. Hahahaha.
Aki nem emlékszik rá, Dick Gumshoe detektív. Most próbálja Bird emlékeztetni arra, hogy próbálja kiimondani nevét. Dick! Detektív Dick! Örülök, hogy látok újra. Azt hiszem. Mi történt? Nem mondtad, hogy mi történt? Tehát a tova elhagyta az urnát. Ezt mi tudjuk. És a bűnöző Mask the Mask. Azt is tudjuk. Nem tudom más mondani? Egy 30-kor történhetett az a rablás. És honnan tudja? Hát telefonhívásból. Ugye egy őr hívhatta fel. A Günting Hayson. Az urnát egyszerűen ellopták. Innét. Hát a raktárból lopatták. De ki őrzi azt a raktár? Hát az a fickó, aki... Egy ilyen hibája, hogy a tolva elmenekült. Hát ez egy tímek hívja magát. Mask to Mask. Híres? Végszerűen! Valamikor megjelenik, mint múzeum. Mint egy barna medve. De átszom mögött ő az igazi mász. Hát ő az átszázas mestere. Hát művészi alkotások után de... Húdat és aztán rabolja őket is. Ez volt az ötödik rablás. Ha együtt nyugodott volna vele Lodrick Taylor, akkor bizony elkapta volna. Akkor tudta bizonyára, hogy tervezte azt, hogy ellopja azt az urnát. És hogy megmutassa, hogy Mask to Mask-tól vagy, hát ott hagyja a kártyát. Az detektív. Úgy hívja magát. Senki más nem hívja így. Hogy néz ki? A negyedik rabláskor az detektív azt a kincs, az elpó kincset tervezte vissza. Saját maga. Hát elég jó, hogy mondják. Ez az aszetektív itt van a bűntény helyszínén. És még a kártya. Ez lenne az a kártya. Nem szabad megutatni senkinek, ez top titok. Ez egy emblém a Mask to Mask-tól. Szóval emblémából tudják, hogy ez valódi, hogy nem.
Szóval a lopás előtt lett elküldve. Imitátor. Viszont a raktár. Bármelyiszer jövünk ide. Ez légkondicionáló. Hogy megvédje a művészi dolgot. Üdvözöle! Az én káoszos banki. Mi a fejt jelent? Miért magad otthon? Ki vagy? Mi az egyik tenni? Az egyik legvéccesebb arcapénc már még játszásba. Pinocchio úrunk detektív. Tudja azt, hogy így megy, hogy én kövédia vagyok. És hogy látunk? Ez akkor bírok jól arról, de tényleg nem look at me. Vicces róló. Az azt mondjuk, hogy viccesen nézzel ki. Na, hogy jaj, megfél viccsen. Nevem rajt. Phoenix rajt. Ászigrét. Maja fej. Ászellem médium. Pearl fej. Maja kuzinja és szellem médium ász tanítvány. Jászó! A kis játék! Ász deriktív. Híres, ahogy mondod? Look at me, what a master mask. Look for me. Never see shit. Az első lop bűncsek mióta nem tisztem. Hogy azt a vissz az egyik kincset a bütélyen színéről. És magának csináltam. Mert elvett visszaszedsz a master master. Az eszével és a muszkriával. És a jövőben bizonyára mondhatták.
Egyből valamiféle hihetetlen észre kaphatott ezért jutalomként a múzeumból. Mask the mask. De mit tudsz Mask the maskról? Mert ha volt tőle egy arca. Ezért az este itt volt, Lodi Taylor. Oh, the mask megjelenik, ott megtalálják Edmit, hogy csapdát állítson. De hagyta elmenekülni győzelemként. De is információ kéne. De hát biztos, hogy nem lehet. Nem kéne titkolni a gászok között. Pontosan ezért Pinocchio-ról, mert Pinocchio-nak szólította. Oké, srácok. Ettől a pillanatom fogva Lukáfit úgy fogom írni Mr. Pinocchio. Egy epizód címe is így hívom őt, vagy... hogy Mr. Pinocchio. Lássuk, mit válaszol Mr. Pinocchio. A kése először 20 nappal ezelőtt jött. És 10 nappal ezelőtt töltött. Szerezték még Master Mask kártyát. Szóval fel voltál bérelve, mielőtt a kártya megérkezett volna. És aki küldhet, segítségére volt az Angels. Neki volt az a legrosszabb előjele, amire rájött. Szóval Mr. Pinocchio csapdát állított még itt a raktán. Vagy a raktán, ugye. És egyedül vártam. Miért emeltél a rendőrséges segítségét? Tök fejnek tartja őket, Mr. Pinocchio! Szóval ő az, aki hagyta a The Mask-ot elmenekülni. Mindig egyedül cselekszik. Hát akkor biztosan lehetett oka, hogy nem hitte a rendőrséget. Még az őröket is ki tudja cselezni. Hogy átvegye az ellenséget, el kell venni a barátait is. Ez a egyik eredeti közmondása. Szóval itt rejtőzött a raktárban, várt rá, úgyhogy megérkezzen. De egy lélek se jött a bejárathoz. Az urna eltűnt. Csak úgy eltűnt. Nem lenne itt, hogyha tud. Tehát valahogy eltűnt az... És most... beszélni kell a kártyáról. Thank you.
Azt nem kell fordítani. Hát tanulhatott tőlük is. Azt mondja, hogy hát csak most meg kellett mutatni ezt a kártyát könyvben, ne? Mr. Pinocchio nem húzott volna a picsába. Szóval meg kell tanulni ezt az urnát, bármit is tesz. Kitérjük. Nézzük bennünk, és engedélyt ad arra, hogy körülnézzünk. És valami értékesek ilyen fel. Találkoznom kéne vele az etmi detektív agency-ben. Jó, Mr. távozik. De nem tetszik, hogy viselkedik. Ez itt elég helyes. És még kéne átkutatni? Hát lenne itt bőven. Kezdjük először ezzel. Ez egy kompjúter. Kábor írja. Aranyos szeme van. Tehát le volt kamerázva ez a terület. Bizonyan ez lehetett az a csapda, amit a detektív felállított. Bizonyára van adat itt a Master Mask-ról. Tehát itt kell kivenni egy bizonyítékot. Ki kell húzni ezt a fotót. Hogy szállna van csak ebben a high-tech és dolgokban. De ki tudta nyomtatni ezt az alapot. Tehát erre szükség is lesz. Csak egyszer ment ez a kamera. Úgy egy órakor. És most nézzük ezt a sicsisítót. Ez egy hétélő kard, ahogy Adrian Andrews mondta. És elég nehéz. De valamit zavarja. Hát ez a... ezért kell tudani, mert ez... mert az a sicsisító azt a szobor tartotta. Ő magától rájött erre. Valaki bizonyán használta. Úgy gondolja, hogy Mr. Pinocchio próbálta megtámadni ezzel mask to mask. Rámbasztó. Hát ez a tönkrehető hallja. És nézzétek, nem ott áll, ahol kéne. Egy arany szobor neki, ez vicces. Igen, az, a fura pedig az. Wow.
valaki engem mozdított onnan a szobra. Először itt volt, most pedig itt van. Az kuzis. Na, lássuk akkor mennyi minden van itt. Tehát még szükségem egy fotóra, egy zsalólevélre. Valaki hív. Phoenix vagy? Kapsul detektív hív. Mi az? Mi a vicces? Nem mondom, mi a vicces. Legyőzte. Legyőzte az. Legyőzte az detektívet. Az alsó kutya egy alfa kutya lett. Végre elkapta. Nem volt hova menekülnie. Elfogta Márti Mászka. Hát elfogta Márti Mászka, de kiderült, hogy önként adta meg magát. Azt gondolják, hogy ezzel meg visszaszerzhetik az urnát. De van egy kis gond az urnával kapcsolatban. El kell menni a centerbe. Mászlubás beszélni akar velünk. Tehát ott fog bánni rám a detektív. Hát hol van az úr? Hát korábban még nem gondolt arra, hogy cseh visszaszerzze az urnát. De ti vagytok az áldozatok ebben az ügyben. De most hagyja, hogy cseh beszéljen róla a tettős. Hát egy jóban igaza van a... Tehát mi vagyunk az áldozatok? Áldozatok, amelyet itt ellapta tőlük az... Első megszólalás? Hát még mindig a gyilkosság... Második veszély? Elnézést. De vissza kell szereznünk azt a urnát. Na, akkor már hangosabb. Azt most kiállt egy át. Ne kerüljed a gyöngyöt. Ki vagy te? Mask the mask. Ron Delight, a híres Master Mask. Master Mask. Hát, de hogy van miért tavagy, mert ez komplikált. Részben igen, részben nem. És hogy miért? Hát a betűzés miatt nem mask, de mask, nem max, de mask. Hát ez bizony, hogy valami franciás hangzik. Mask, de mask.
Hát ez bárhogy ugyanúgy ejti, még hogyha a franciáson is van mondva. Hát ez így az ide, nyálpinc. Ne nézzetek így rám! Nincs szükségem pitizésetekre. Hát így nyílom. Síró gyerek. Miért adtad fel magad? Szerintük azért, mert ellopta azt a értéktelen kincset, és bűntudata van Ike-tól. Tévedek? Hát van egy szívessége. Azt akarja beszélni Dezivel. Urna. Vissza akarjuk kapni azt az urnát. Hol van? Nem tud ígereteket betartani. Nem. De nem érti, hogy miről beszél. Ez a normális hangja. Hát fél, tart attól, hogy nem is igaz volt. Neki a vajon rá. Szóval az urnát elvesztette. Elvesztetted? Azt mondod, elvesztetted? Talán. Igen, elvesztette. Hogy értük? Hogy a vonaton vagy, aztán valaki elteri a figyelmet és elfelejtheti ott a táskát. Ott felejtetted a vonaton? Mask to mask, ott van volt akkor. Valahol elvesztette, és nem tudja hol. Szürreális. Hát megérte a kételkedés itt a fickóban. Dezi! Ki az a Dezi? A felesége! Szóval látogassam meg a rejtekjeit. Mi az a rejtekhely? Titkos bázis. A palacok pepebe. Pepibi. A harmadik emeletén van a titkos bázison. Mászló Mász rejték helye. Nézzük ezt a helyet. Mi az? Te vagy az Roy? Kik vagytok? Te vagy Dezi Delight? Desiree. Az ügyvéd is az által. A véred mondta, hogy jönk ide és veszünk fel. Maja fő és Vince vár. Nicky boy! Nicky boy! Örül, hogy úgy döntöttük, hogy segítünk Roynak. Üdvözlünk!
Wrong delight. Hogy mi a fél érted ilyeti? Arra adj össze, kicsit gyenge néha. Kicsi. Nem ütetik már a tévébe? Hányékos tréning! Dövérre. Te birtokold azt a szurnát, és csinálsz néhány ágyikos tréninget, te. A dövőnyi odában. Hát erős elképzelései van a Brolynak, és néha összezavarodik. Ő is tud arra, hogy megadtam át a rendőrségnél. De nem tudta, hogy mit tegye. Ezt mondta, hogy ő volt, ő adta az út. De nem hiszi, hogy ő lopta el. Miért tenne ilyet Ronny? Ez egy értéktelen kincs. Biztos nem tudja a titkos kivétéről. Desiree? Hát izgalmat szeret. Te boldog, amikor versenyezhet a motorjával. Teljes gáz. Hát én nem bírja az unalmas életet. Akció nélkül. Hát Ron, de nem olyan fajta, aki kockázatokat vállal. Ez még veszélyes sem. Vince. Ron elég gazdag. És elég kedve. Szóval vette neki azt a biciklét. Egy pörög a fej. Még az őszbe is szívesen elmegy. Honnan szerzte ezt Mr. Delight azt az összes pénzt? Szóval biztonsági őrre. És életüket áldozzák a fronton. És sok pénzt kapnak ott viszonzásról. Egy tonnát. A műtény egy színe. Mikor történt az az incidens? Fél kettőkor reggel. Hát szeret repülni este. A motorjával. Szóval egy rendőrség által lett elhúzva. Szóval őt is üdvözlőbe vették már. Három óra volt, amikor hazajött. Neki van alibije. Tehát nem voltak együtt az este. Ami
amikor hazajött, akkor halott. De neki nincs alibije. Valamit hozzá kell adni, de mit? Ops. Ezt így kell csinálni. Tudok kell valamit, tudod, ugye? A férjed más... Egy rajongó, ja? Na, egy nagyobb rajongó. Mert elképzelései vannak. Jaj, azt gondolja, hogy ő bástu már. Mi? Mikor lett először róla bástu már? Nem bástu már. Már nincs ott. Ez bástu már rejtekéje. Tévedek. Hát nem ilyen lenne a rejtekhely. Hát feltősésen öltözni. De más dumás rossz fiú. És ha tényleg ölopta volna a gurnát, akkor nem lett volna még nálam? Tőle kéne megkérdezni. Mr. Delight biztonyára nem lehet olyan bűnöset folyton. De egy zavaró rom viselkedése. Lehet, hogy mégsem más Mr. Delight. Hogy kérdezni akar valamit. Egy kívülről bizony a rossz hőg is lát. De valamit nem tűnt ő. Azt gondolja, hogy valaki hamisan megvádolt arra. Ezt kell odaadnom. Egy levelet. Ő azt akarja, hogy vágjon vissza. Bízzuk rá. Ez a vesétő van. Na, az már is ment. Hogy én is írjak egy levelet Majának. Desi azt írta, hogy legyek az ügyvédje. Lehet, hogy sok. Elfogadnád az ügyemet? Holnap kezdődik a tárgyal? Hogy nem lehetek ügyvéd? Miért nem? Hogy értem, hogy miért? Mi vagyunk az áldozatok itt? A The Master Vizco miatt. De Desi részén nem öltette. Hát azt mondta, hogy elképzelései vannak róla, hogy ő tette.
de lehet, hogy hazudok. De ez igaz. Nézd, megmondom. Nos, itt csak egy megoldás van. El kell fogadni azt az ügyet. Akártól vagy akár nem. Ugyanis itt többről is van szó. Mit csinálok? Mit adok benne? Ő talán hol vagy. De itt többről lehet szó, mint egy egyszerű lopásról. Pedig muszáj megvédeni. Nem volna harmadik epizód, ha nem tenném. Meg a haragjával is szembe kell nézni. Dur volt a helyzet. Nem akartam bajt okozni. Hát nem tudhattad, hogy így fog reagálni. De kezdeni kell a nyomozást. Hol van Pearl? Az irodában. Begy. Nem gondolt, hogy vállom Dalit ügyét. Mert bízik benne. Hát nagyon fontos, hogyha még nem is akarná bárki, hogy vállaljam az ügyét, hát akkor is el kell vállalnom, hát máskülönben miért ennek az egésznek. Most vissza a Brighton Corby irodába. Visszajöttél, ugye? Vedd néhány elpert voltam. Most nem tudom, hogy miféle viselkedés ez, de mintha kerül engem. Hát még elég rosszul érzi magát, ami történt a büntető centerben. És most meg kell bocsátania. Te a készen áll. Kösz. Egyet érjük a sport. Bizonyan elfelejtette, ahogy a miseket. Ez már tisztíted, jó? Most véd szét. Már megtisztítottam. Már késő. Most egy kis visszaemlékezés Easy Tony-ből, vagy a Justice for All-ból. Pearl. Egy éve ezelőtt találkozott első Pearl-el. Amikor az a gyilkosság történt, akkor én... És emlékszik arra, hogy mit mondott, amikor először találkozott. Hogy biztik majd a különleges valaki? Azt gondolja, hogy a szerelme vagyok, pedig az azt tesszük. De hogy miért van ez? De valamit meg kell értenem. Hát te elég jó szeretett Pearl. A kuzinja, és... Tehát még egy visszaemlékezés.
Morgenfej, pöl, gonosz, a**ja. Már régen, egy éve, hogy bebörtönözték. Azért, amit Maya te el akarta ítélni. Gyilkosságért. Meg kellett védenem azért, hogy Morgenfej helyére. És Pearlnek már Maya az egyetlen családja. De egy fontos megjegyzés még. Teljesen mindegy, hogy... hogy a Phoenix Wright végjátszásban halott vagy-e, vagy bebörtözött... hát hogy valami bebörtözött vagy... hogy de gyilkosság miatt, akkor már az ugyanaz, mintha már nem is lenni az élők között. Az anyja elment már, igen. Hát nincs elég ember Kulén falujában. Hát igen, az volt az a Justice van a második epizódjában a legcsajosabb rész. A spirituális erő átszáll a Fény család utódaira. És ez így gyakorol folyton, hogy szemmédium legyen. De csak nők tudnak ilyen képességet megtanulni. De emiatt a házasságok elég sikertelenek. A férfiak elhagyják asszonyaikat. Főleg, hogyha annak a férfiak lánya van. Szóval Pearl apja már régen elhagyta őt. Biztosan nem bírta ő sem, hogy nem volt fia. És így úgy nőtt fel, hogy ő szemtanúja volt néhány sikertelen házasságnak. És ez itt olyan szenzitív. És majd anyjára mit tudni. És még mindig eltűnt. Nem tudja, hogy hol van. És még nem gondol a saját lányára se. Misty féje a nem. A jelenlegi mester, akkor én... a Kuréni csatornázott és eltűnt már 17 éve a DL6 incidens óta. De még biztosan életben van. Hát ez egy szemmédiumi megjegyzés. De ha nem tér vissza, a törvény alapján ő lenne a következő mester. Mivel ő az idősebb. De ez egy komoly felelősség. Már csak Maya és Pearl az egyet a legesélyesebb, hogy egy médium legyen, vagy hogy ő legyen a mester. Akkor kezdjük a nyomozást. De beszélni kell Pearl. Gyere, viselkedett. Csalódó bennem. De mi, Maya bízott bennem. Ez is kemény tréngez. Most megbocsát. Most el akar menni. De hogy hova? Talán kicsi. De még van néhány szellemi idéző. Most megmutatja, hogy használható. Keres bizonyítékot. Egy gyorsan fut. Adjunk neki.
Most kéne mennem. Ide. Elég ijedős most. Magát hibáztatja az urnáját. Nem volt de, mi a gond? Bármi, amit hozzáér, az kudarcsa a vízébe. Hát bármi lehet tenni, hogy helyre hozza. Te csinálod a végig urnát? A más kártyáját. Mikor kapta azt a más kártyát? Pontosan 10 napja. Meg akartam mutatni a rendőrségnek, de Mr. Pinocchio megállította. Vicces. Szóval megkérte Mr. Pinocchio-t, hogy segítsen a biztonság. Tehát 20 napja bérelte fel Mr. Pinocchio. Hát, mert ő bizony többet tudhat a Marco Maszkra. Szóval még a kártya megérkezés előtt mérhette fel. Ez előjel volt, hogy valami, vagy inkább női megérzés, hogy valami rossz dolog fog történni. Szóval ezért voltak ott biztonsági kamerák, még a raktárban is. Lord Taylor bizonyan elég komolyan észli a biztonság. Biztonság. Most magát hibáztatja. Mert bizonyára nem tudom mi ez. Az az exhibitálás, az bizonyára nem akar. Tartható, hogy magát hibáztatja, ha nem csináltam volna azt az kincs exhibitálást, akkor bizonyára nem lopták volna. Zero. Bizonyára... Megtisztította azt az urnát. Meg gondolta, hogy akkor értékes lesz. De ez egy fontos szöveg, amit mondott. Tehát arra a célhoz ezzel kapcsolatban, hogy eltávolított róla minden új lenyomatot. De az az urna Mystic Ambi lelkét tartalmaz. Minden más biztonságot Mr. Pinocchio-ra hagyott. Sok ember jött, ment be is ki a raktárból ott le. De egyik ők bizonyára másznak átszaszhatom ugyan. Mindenkit figyelte, úgyhogy ez nem egységes. Most jön, de Mr. Pinocchio ügyesség. Örök.
akkor látom még itt rág. Valaki beszélt Mr. Pinocchio-val. Ja, igen, még már elfelejtettem mondani, hogy ezt megemlítettem az egyik viccben, hogy miért néz ki viccesen Mr. Pinocchio? Egyikben tőle olyan az óra, mint Pinocchio-nak, másik meg, hogy az egyik szeme nagyobb, mint a másik. Hogy mi az a cvály, azt nem tudom, de biztosan elég németesen hangzik. Nézd, már túl vagyunk. Mit tehetünk? Mit én? Szóval te őrizted, kötesség volt őrizni. Nem csak. Említetted, hogy ő kötelességed volt egyedül azon az estén. Nevezésen ez volt az ötödik találkozás. Nem engedte senkinek, hogy beavatkozzon, hogy nem számoljon a prédájával. Tehát az első rablás óta nyomában vagy. Elvégezte a házi feladatát. Hát akkor lophatta ez a Tale of Eminon nevű ékszer. Szóval a múzeumban dolgozott össze-először a bünti helyszínt. Szóval ezért voltam felbéleve biztonságügyén. Igen, egy tökéletes csapdát állítom. És az a kamera. De úgy gondoltuk, azt hittük, hogy figyeled azt a helyszínt. Hogyan tudta ellopni az urnát? Ez $1 millió kérdés. Tudsz valamit erről az urnáról? Hát ez nem érdekli, csak mászd a mászd. Semmi köze hozzá, hogy a fasz nem Mr. Pinocchio. De nem lopta el az újra? Egy vadász! Úr, neki nem más, mint egy csali, hogy elkapja a prédáját. Nem tetszik az attitűd gyengé. Viszonylag nem tud valamit az urnáról. De valami még elég zavaró. Vándorunk a sötétben. Hogy alophatta a mászlőmászt az urnát? Nem furcsa, hogy nem tudod? Igen, ez fura. Hiszen ő voltál az este, a büntényzítény. Vagy csak nem aludtál el? Egy szájlok! Na, ahogy a Justice for All-ban is, most a Trials and Tribulations-ben is van ám szájlok feloldás. Viszont... Majd csak most szerz tudomást a szájlokról.
És hogyan működik ez? Hát az ő magatamájával. Ami segíthet abban, hogy lebezze mások titkát. Nem tudott erről az erőről. Igen, ez évben adta ő ezt nekem. Spirituális erővel áldotta meg azt a magatamát. Tehát úgy tudom lelepezni mások titkát. Ezért nem tudott róla. És hogy kell feladani a szállókat? Ez is aktiválni kell. Türelem. Készenak. Tehát újra a szállók feladás. Take that! Mastermas M.O. Az nem lehet, hogy már nem láthatod, hogy Mastermas M. Nem követte a bunt. Miért vagyok ebben pozitív? Igen, ő őrizte a raktárat. De most azt állítja, hogy senki nem ment át azon az ajtón. De biztos is hazudik. Bizonyíték kell. Take that! Volt egy biztonsági komment. Színé. És csinált egy fotót annál, aki volt ott. De mivel már tudomást tesz. De csak egyszer volt haszn. De a monoklia nem vette észre. Egy komputer zavar. Inkább monoklipban van meg hibásodás, Mr. Pinocchio. Szóval nem végezted jól a kötelességet? Hát láthattad a tolvajt, nem? Miért rejtegeted ezt? Kellett, hogy oka legyen, hogyha rejtegeti. És van bizonyítja ezt. És miért nem vett észre? Bizonyan, mert le volt üt. Vagy ki volt ütve. Erre kell bizonyíték, hogy le volt ütve. A sicsisító. Take that! A tovább bizonyára leült. Ez a kard. Korábban még ez a mi fej szobor kezébe. Egy magyarázat volt. A tolvaj bizonyára leüthette őt. Igen, tényleg azt így védő vagyok.
Most már ismerjük az alapokat. Itt. Hát ezt már nem tolathatja le. Bizony, ha megfogt, akkor üthette le. Tehát nem vette észre, hogy ott volt a polva. Tehát a szellőzőm volt. Hát kérdés, hogy csak úgy becsülte a hatót. Egy dolg biztos, viszont... Valamiért nem tisztázódott. Nem láthatta a kajt. Tehát a tovább nem biztos, hogy mász, de mász. De... De van bizony. Ez lenne az a bizonyíték Mászló Mászló. A bizonyára lehetett valami oka, hogy elkövesse azt a bűnt. Miről beszélsz? Miért? Mi volt a szá... Milyen szállibú tette ezt? Hát valami zöldes dolgról beszél. Ezt kell kinyomoznom, azt a zöldes dolg. És a zsorra tudja. Mr. Pinocchio van. És ez lenne az, amiről beszélt. Tehát emlékezni, mi a Mr. Pinocchio volt. Van ilyen zöld levél. Ha nem akart, hogy lelepeződjön a titkod a világ el, gyere el a KB biztonság. KB Security-be egy órakor október 12-én is. És hozzá 50 ezer dollár. 50 ezer. Ez egy zsaroló levél. Ez egy fontos bizonyíték. Na, kicsönget. Aki jön be. Ismerj ezt a hangot. Még egy vendég van. Larry Bugs. Észre óta nem láttuk. Még ismerjük egymást. Egy halbecsült.
az iskola óta közeli barátok. És ő volt az első kliense. És ismert mondása, hogyha van bűzőkör, az bizonyára bác. Megzavarom. Szóval gyerekkori barátok. Hát most megnézi a motorját. Hát szép lányzó, Dezi. Hogy vagy mi? Larry Bugs. Kiri, mert nem látta. Mi ez a roha? Úgy csinálják, hogy... Zudi Pormisor. Hogy teljük az időt. Mit nem? Nem bízik a nők. Megint dobták. Első Benifer. Követte jobbám a két. Akkor találkozott két tommal. És megváltozott az. De egyik, hogy őket se ismerte fi. Két hitom Hollywoodot választotta. Hát érdekes kalandja lehetett. De már a más, legalább nem ő olyan, mint a többi nő. Ő a régi Larry. Miért vagy itt? Hát felvette ezt a buszát. Az este találta ezt. Abban van a jósítvány is. De ez akart azért, hogy ezt ő visszaadja. Hát ő játssa. Igen, ez a bizonyíték rá. Ez Ron bukszája. Hát nem változott, ez biztos. Hát be nem kezdenek ki, mert te féljezed. Ami rossz ír neki. Szóval munkámat adok. Szóval biztonsági okként dolgozik, mint... Szóval ezért van az uniforms. Babuxa. Mikor találtad ezt? A Lili. Egy órakor találtak. De mit kezdett ott? Semmi fura. Ott dolgozik. Ott van neki a kártya kulcsa. Ez a kártya kulcs a biztonsági vállalata. És szám is van rajta. Yes, what?
Nekem még többet is meg kell tudni. Még egy van, meg kell tudni. Még miért megyünk tovább. Méghozzá ezzel kapcsolatban. Nézd, kicsit ijesztő lesz számára. Mi a helyzet ezzel? Egy zsaroló levél. Tudsz, elő van? Nem tudsz semmi. Alexi. Mi? Azt hittük barátok. 5000 dollár. Dicsi a pénz. Ez Rolnak lett számozó. Hát te nagyon prász kapott. Micsoda, én vagyok az idióta. Istenem. Hát meg volt zavarodva, hogy a KB Security vállalatnál volt kapható. Tehát olyan így, tehát ott volt. Hm? Várjál, nem felejtettem el valamit. A KB biztonsági vállalat. Tudsz erre? Tehát ott dolgozik. Hát ott is van egy főnök is. Milyen messze van ez a vállalat? 30 perc a kocsival. Elég közel van Lordi Taylorhoz. Egy óráig tartó, oda menj is vissza. Hogyha Rondi rajt KB biztonsági vállalatnál volt, amikor rablás történt, akkor nem ofadta el azt az urnát. Ez még nem elég. Mi van még hátra? Mit felejtettem el? Jaj, én már emlékszem, a hívás. Meg kell várni, hogy hívjon valaki, de... De emlékszem, már meg volt a blackmail lett. Az a hasonló levél. Itt minden meg volt. Tehát.
Várjunk csak! Szeretnék valamit megtudni tőle. Nem jut eszembe! Hát nem lehetett más. Egy kis született tartó köméke, miért visszajön. Most, hogy egy kicsit elhúzódott. Na, akkor gondolkozzuk, mit... Mi mit kéne megtudni? Hát ezt nem, ezt sem. Hát én nem lehetett ott. Ez sem lehet. Ez már volt. Na, kérdezősködjek még erről? Ugye nem értetted meg azt a bukszát, ugye? Hé, komoly!
Ami érdekli őt, az bizonyára az a csaj. Tehát biztos vagy ebben. Ez a CEO irodájában. De azt használt azt a kártyakulcsot adattal jelenik meg. Az elmondja, hogy kilépett be oda, és mikor. Szükség van arra az adatot. Hát de sajnos nem tudja oda. Hogyha elveszíteni ezt az állást, akkor nem lenne esélye beszélgetni Dezivel. Ja, ez volt az, már emlékszem. Fölhívott. Hol vagy? Gondoltam, hogy elmegy Lori Taylorba, hogy nyomot találjon. De elveszett. Hol vagy? Bizonyán Mr. Pinocchio irodájában lehet. Szvali! Most nagyon meg van ijedve. Egy pillanat? Mi az? Aranyos. Különleges barát? Köszönjem vissza egy Dilárnak a nevemben. Ez volt az. Jó, akkor befejezhetjük. De itt volnánk. Október 12. Mr. Pinocchio ügynöksége. Burley. Nem gondoltam arra, hogy a ládat ide kellett újra. Szóval ez Mr. Pinocchio... Bácsik. Szóval Mr. Pinocchio irodán kívül van. Igen, amikor megkezdtem. Egy egyszerű lélek volt a szem előtt. Nem változott valami, mikor utoljára itt voltunk? A válaszat erre... A tárgyba. Ez nem volt itt korábban. Kérdés, mi lehet bent? Hát ő tiltakozik azért, hogy megnézze, mi van a táskában. De ez nyomozás. Egy kíváncsi, az biztos. Bármi is az nehéz és sima. De nem volt esélye rá, hogy megnézze. Pedig akkor bizonyára már meglett volna, amit keresnek. Mr. Pinocchio gyorsan szőtt. Kerülni a törvényt. Na, no, mit beszélgetnek ezzel? Valaki tárgyalás. Ezt ki mi akar ezzel? Nem tudom ezt, hogy kéne fogalmazni.
Holnapi tárgyalás. Mi történik a holnapi tárgyalásnak? Ami olyan dramatikus. Tudod, mi volt a legnagyobb hibát? Mr. Igen. Hogy ügyvédé vált az első helyen. Ezzel Pearl is egyetért. Holnapi nap lesz az, ami emlékezni fogsz. Tehát ő lesz a tank. És a valomással egy problémát fogunk hozni. Leeplezi magát, leeplezi a lopási üsszeés. Leeplezi nekünk a lopási üsszeés kivést. Gyors vagy, kivédjük az is. De nem ő. De az a próbálom, de nem ő lennék a legjobb első. De még nagyobb veszély fog fenyegetni a terem. Hogyha tényleg ügyvéd van, biztosan hallottam volna. Neve Godó. Godó. The Mask kiléte. Egy személycsé, meg minden olyan, aki valamitől is érdemel. Hát senki nem tudhatja, hogy Mr. Dugát domász. Az idő talán változik, de az emberek nem. Amikor ilyet lesz, mely étény fog. Lássuk ki, ki ez a Godó. Hát nem csoda, hogy egy medium nem alízik el. Egy ügyész, aki... aki nem található meg ebben az országban, de még a mennyben sem. Egy legenda, vagy... mítosz. De a legjobb ügyész, Mr. Edgeworth. Nem igaz? Csak hogy az ászügyész Mass Edgeworth már elutazott az országba valahová. De egyetértett, hogy Godó a legjobb az országban. És egyetértesz már? Hát igen. Thank you.
hagyom békén. Ezt jó hallani. Az ügyésznek lesz a harc és ilyen. De gondolom, hogy igazán el is. Nyomozásból nyerik is. Nem maradt hátra. Kezdeni a táncot. Egy új ügyész, egy Mr. Pinky és a tollal. Ez kemény tárgyalás lesz. Kommentés. Jó, ha tetszett, iratkozzatok be a csatornám, és majd egy lájkot is, innen folytatjuk. Sziasztok!